Nagy tisztelettel köszöntöm Domaniszki Endrét, a Mádl Ferenc Intézet vezető kutatóját, volt Ausztrália-Magyar konzult. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kína és Ausztrália viszonyáról szeretném kérdezni. Ugye elég közel vannak egymáshoz, és úgy tudom, hogy régebbre is nyúlnak vissza. Mármint, hogy ez a viszony, ez a kapcsolat, van egy múltja. Erről egy picit beszélni nekünk, hogy értsük majd utána az aktuális helyzetet? Ez a Kína-Ausztrália kapcsolat, ez tulajdonképpen az európai történelem előtti időkbe nyúlik vissza. Nem tudjuk biztosan megmondani, de elképzelhető, és akár valószínűsíthető is, hogy a kínaiak már előbb tudtak Ausztrália létezéséről, mint az európaiak. Soha nem voltak megtelepedési szándékaik, tehát nyilván az európaiak voltak azok, akik először a gyarmatokat megalapították. De közvetlenül pár évvel vagy évtizeddel azt követően, hogy az európaiak megtelepedtek Sydneyben, illetve a későbbi Új-Dél-Walesben, megjelentek a kínaiak is munkásokként. Tehát ez a kapcsolat legalább olyan régi, mint az európaiak jelenléte. És az 1850-es években, amikor ugye kitört az aranyláz Viktóriában, rengeteg kínai munkás jelent meg, és a kínai munkások munkájának köszönhetően sikerült ugye ezt a munkaerőhiányt csökkenteni a városokban, tehát ők aktívan részt vettek ennek az országnak az építésében. És akkor még egy fél mondatot, hogy a hivatalos kapcsolatok is régre nyúlnak vissza. 1909-ben nyílt meg az első hivatalos kínai képviselet Ausztráliában, és hogy itt is, hogy viszonyítani tudjunk, az osztrák-magyar monarchia, amiben mi éltünk az első világháború előtt, már 1902-ben megnyitotta az első hivatalos képviseletét Ausztráliában, Sydneyben. Tehát Kína jelen van, de mi is jelen voltunk 1902 óta. Fölmerült egyébként, hogy magyar főkonzult nevezzenek ki először, de aztán nem ez a döntés született. Én olvastam az iratokat a bécsi levéltárban, azért tudom ilyen biztosan állítani. A Bloombergben találtam egy ilyen hírt, hogy Kína újjáépíti ausztráliai kapcsolatait. Miért kell ezeket újjáépíteni? Volt azért valamilyen feszültség a két állam között a közelmúltban, ami miatt ez most egy hírré avanzsálódott, hogy újjáépülnek ezek a kapcsolatok? A hírek ugye konkrétan gazdasági, én azt mondanám, hogy összezörrenésekről szólnak, sokkal komolyabb a probléma szerintem, és nem a közelmúltra nyúlik vissza, hanem pár évvel korábbra. Itt érezhetően nő a feszültség a Csendes-óceán déli medencéjében, ugye van egy érdekszféra lehatárolás, itt egy szigetvilág van, egy hatalmas szigetvilág van, és ennek a szigetvilágnak a legnagyobb darabja, a szárazföldje ugye Ausztrália, illetve nagyon jelentős még Új-Zéland és Pápua-Új-Guinea. Ezek a legnagyobb szárazföldek itt a Dél-Csendes-óceáni térségben, és ugye a kérdés az az, hogy ők milyen kapcsolatban lesznek Kínával, rövid távon, hosszú távon, és ez a kapcsolat, ez csak gazdasági jellegű, vagy lehet egyéb kapcsolatot is létrehozni, vagy fenntartani. Vagy a biztonsági kérdések felülírják a kulturális kötődést, és ezeket meg kell szakítani, vagy le kell építeni. Ezek nagyon komoly, az ausztrál identitással is, és amit mondtam, hogy brit öntudat, összefüggő kérdések, és ugye formálódnak jelenleg is, és alakulnak is át szövetségi rendszerek, és emiatt van egyébként a feszültség is. Tehát amit látunk most, hogy gazdasági ügyekben, hogy akkor kitiltottak valamilyen, direkt nem kezdek ebbe bele, mert nem önmagában ennek nincs szerintem magyar szempontból hírértéke, hanem ezek a gazdasági küzdelmek, ezek jóval szélesebb spektrumban értelmezhetőek. Elemzők beszélnek arról az utóbbi időszakban, hónapokban, hogy a Csendes-óceáni térségben egy növekvő feszültség tapasztalható, akár így geopolitikai szempontból is. Ez tehát Ausztráliában érezhető? Valamilyen jelekből olvasható ez a feszültség? Ausztrália egy sziget. Ezt többször mondtam, de nagyon fontos, hogy az emberek gondolkodásában is szigetként él. A kezdettől fogva a biztonságra törekvés az egyik legfontosabb dolog. Tehát bármi, ami közelít Ausztrália partjaihoz, az megjelenik az emberek tudatában, hogy biztonságban vagyunk, vagy elfoglalnak. Ez az egész ausztrál államiságot végigkísérte, ez nem új dolog. De ugye most ebből a szempontból is fontos. Ausztrália és Kína
a szigetvilágban próbálja elhatárolni az érdekszféráit. Ez nem most indult, ez tulajdonképpen 20 évet tart, tehát 2000-es évek óta, amikor Amerika észrevette, hogy nem fordított kellő figyelmet erre a térségre, és Kína pedig egyébként ezt valamilyen szinten ugye ezekbe a résekbe elkezdett kereskedelmi szempontból betörni, tehát ez nem új dolog, de most, hogy ez kezd ugye tömbökké válni, strukturálódni, ez igenis a beszédtéma, és ugye az is beszédtéma, hogy Ausztrália fenyegetve kell-e, hogy érezze magát, jelenben fenyegetve van-e, vagy ennek semmilyen jelentősége nincs, azért nem szabad elfelejtenünk, hogy Kína nagyhatalom, de egy ősi kultúra is. És azért ezek a gondolkodásmód és a stratégiaalkotás itt nem években, hanem lehet, hogy évtizedes távlatokban van, és ez egy nagyon összetett és komplex, amit itt most nem tudunk elemezni, stratégia, aminek mentén nem csak az ausztrál viszonylat kerül ide föl a napi beszéd szintjére, hanem maga a csendes óceáni térség. Kivel áll, melyik kis szigetállammal. És ugye távlatokban, én most erről szakmai fórumokon is beszélek, ugye távlatosan, van lehetőség függetlenségre, csendes óceáni minisziget-világban fönntartani költségesen. Milyen mozgástere marad egy szigetnek? Van egyáltalán értelme autonómiáról, függetlenségről beszélni, ahogy a tömbösödés megszilárdul, vagy ezek vissza fognak alakulni érdekszférákká, úgy, ahogy a gyarmatosítás kezdetén, ugye a 20. század elejére tulajdonképpen ezek létrejöttek, és utána évtizedeken keresztül csak az ászlókat cserélgették, de elosztották az érdekszférákat. Ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak Ausztráliát érinti, hanem most én csak a délcsendes óceáni térségről beszélek, de az egész csendes óceáni medencét. Tehát akkor itt arra kell gondolnunk, hogy látható módon Amerika és Kína között van egy feszültség, és mindenkinek valamilyen módon állást kell foglalnia, hogy kinek a pártján áll, most egy nagyon leegyszerűsítve kérdeztem meg. Tulajdonképpen a közbeszédben, ha az újságokat olvasom, ez egyre erősebben, markánsabban jelenik meg, hogy igen. De ott van mellette a másik hang is, amit szintén elmondtam, hogy itt nagyon szoros kulturális kapcsolatok vannak. Ki lehet vágni az ausztrál történelemből azt a 150 évet, amiben a kínaiak aktívan közleműködtek, és tényleg építették ezt az országot? Nem lehet ezek után elmenni oda, és nem lehet azt mondani. És ugye ez olyan szinten is érdekes, hogy Ausztráliának azért volt olyan miniszter, van olyan volt miniszterelnöke, aki tökéletesen beszél kínaiul. Tehát itt azért ez a legmagasabb szinteken is azért Kínával kapcsolatban van egy összetett kép, és ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzam, hogy itt azért több rétegű a tudás, szerencsére, és lehet, hogy van önálló ausztrál érdek is, nem csak az, hogy itt most mindenképpen két nagyhatalom vitájában azonnal állást kell foglalni. Lehet, hogy van egy harmadik út, ami Ausztráliának, vagy a délcsendes óceáni térségnek, Ausztráliának, Új-Zélandnak önálló érdekként megjeleníthető útja. Egyébként Ausztráliának mekkora nagy kihívás az, hogy éppen azért, mert hogy egy szigetről beszélünk, amit hangsúlyozott itt több alkalommal, megvédje ezeket a partokat. Vagy pedig ezt úgy kell elképzelni, hogy ahol a nagyvárosok vannak, azt nyilván egy nagyobb védelem veszi körül, a többire meg kevesebb figyelem jut, hiszen az olyan terület egyébként is, ami tehát az ellenség számára sem érdekes. Azt látnunk kell, hogy több mint 30 ezer kilométernyi partszakasztól beszélünk. Tehát ez magyar viszonylatban, amikor azt mondjuk, hogy ugye a mi határszakaszaink ilyen 100 kilométeres nagyságúak, több mint 30 ezer kilométerről van szó, ezt védeni nem lehet. Érzékelni lehet, illetve létre lehet hozni olyan védelmi zónákat, ilyen pufferzónákat, ugye a tengeren kijelölni ilyen határt. Egyébként Kína is ezt teszi, ugye ezek a konfliktusok részben abból adódnak, hogy kinek hol van a határzónája, ez a védelmi határzónája, és ki lép bele, és ki mer belelépni, és hogyan. Ausztrália is ugyanezt teszi. Ki van építve, ugye itt több okból is szükséges. Egyrészt azért, mert nagyon közel vannak olyan területek, például Indonézia, ahonnét voltak korábban is ugye csónakos akciók, hogy menekültek, megjelenjenek a partokon. Ott van ugye Pápua-Guinea a másik oldalon, ezek ugye nagyon közeli desztinációk, de van egy nagyon fontos, ugye ez egy úgynevezett tűzgyűrűben fekszik Ausztrália, ott éppen nincsen tűzhányó, de ugye körbeveszik, és hatalmas földrengések vannak a térségben, nagyon gyakoriak, szökőárak viszont megjelenhetnek az ausztrál partokon, és van egy nagyon jó védelmi rendszer, tehát ugye részben a természeti katasztrófák miatt is mindent meg kell próbálni, hogy védeni ezt az óriási, nagyrészt lakatlan partszakaszt.
Igen, beszélt már itt ugye arról, hogy az ellentéteknek a földje, és hát nagy kihívást jelentenek ezek az időjárási elemek, ahogy néha rátörnek erre a szigetre. Igen, és itt azért is érdemes erről most beszélni, mert ahogy újraindultak itt a koronavírus járvány után a turizmus ismét szárba szökken, és a távolabbi desztinációk is megint népszerűek lesznek. Ausztrália ma már 24 óra alatt elérhető Budapestre. Ez nagyon nagy eredmény egy átszállással, de ugye általában európai tudattal érkezünk, és erre a turisták nincsenek felkészülve. Én innét is ugye, már csak azért is, mert éveken keresztül láttam ezeket a konkrét eseteket, csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy készüljön föl a látogatás előtt. Egyrészt mindenképpen úti tervet kell készíteni. Ha kilépünk a városokból, például nincs mobil térerő, nagyon nagy területeken nem lehet elérni. Vannak olyan útvonalak, amik külön engedéllyel látogathatók. És ugye arról is beszélni kell, amit mondott, és ahhoz szeretnék kapcsolódni, hogy itt a szárasság. Van, amikor évekig, vannak olyan területek, amik évekig szárasság alatt vannak. Egyszerűen kiperzselt minden. Tehát én azt mondom, hogy a térképen jól néz ki, hogy elmegyek ide és megnézem ezt a nemzeti parkot. Az is lehet, hogy a nemzeti park nem úgy létezik, vagy egyáltalán nem létezik már. Villámgyorsan változhatnak. Én kerültem ilyen helyzetbe, hogy kinéztem a térképen, és két hónappal korábban elmosta az egész bejáratot. Nem tudtam bemenni a nemzeti parkba. A nemzeti park a térképen ott volt, de egy óriási nagy kráter volt a bejárat helyén. Tehát elmentem több száz kilométert, és néztem azt a hatalmas krátert meg, hogy le volt zárva az egész nemzeti park. Tehát föl kell készülni erre, és akkor nem beszéltem a bozott tüzekről, nem beszéltem az árvizekről, nem beszéltem azokról a hatalmas esőzésekről, amik ugye a nagyvárosokat is elérik, jégeső is akár egyik pillanatra a másikra, de ezzel az öklöm nagyságú jegekkel, ami komoly károkat okozhatnak, akár emberi életben is. Fontos, hogy erről is beszéljünk, de még visszatérek egy kicsit Ausztráliának a közéleti részéhez, ugyanis azt is lehet olvasni a hírekben az elmúlt időszakban, hogy egy nagyobb mértékű fegyverkezésbe fogott Ausztrália. Ezt ugye európai országokkal kapcsolatban is halljuk, Japánnal kapcsolatban is, és itt a csendes óceáni feszültségek nyomán erre is akartam egy picit rávezetni egyébként a beszélgetést, hogy miért fegyverkezik Ausztrália, mi ellen, hogyan kell ezt elképzelni, egyáltalán kinek a segítségével tud ő fegyverkezni, és konkrétan mi az, amit ő fenyegetésként él meg? Tehát, hogy vannak-e olyan konkrét fenyegetések, ami ellen fegyverkezik? Összetett kérdés. Igen, próbálok sorrendben válaszolni. A legfontosabb az, amit az elején is hangsúlyoztam. Itt a biztonságra törekvés az első. A szigetet meg tudjuk-e védeni? Nem vagyunk egyedül a védekezés során, ez a második válasz, ugye az Egyesült Államok van mindenek fölött. Ez 1940-es években a Pearl Harbor-i támadást követően, ugye most nem szeretnék mélyebben belemenni, de konkrétan ezt az ausztrál miniszterelnök az akkori meg is mondta, hogy mi az Egyesült Államokra tekintünk védelmi szempontból, és ott abban a helyzetben ez volt az egyetlen lehetséges út, és ezt azóta szerződések tömegével támasztották alá. Tényleg valóban egy speciális viszony van, az Egyesült Államokkal egyeztetve, de más nagyhatalmakkal is, és ez az utóbbi évek fejleménye, hogy más hatalmakkal is kezdődött szoros együttműködés, itt most csak egyetlen egyet említenék, India. Ugyanis, és ez is fontos, ugye Kínáról beszéltünk, mint a térség nagyhatalmáról, illetve egy tulajdonképpen egy szuperhatalomról, de ott van India, ami szintén ugye a közös múlt miatt, egyrészt van a kétoldalú kapcsolatoknak is múltja, hiszen indiaiak szolgáltak az ausztrál hadseregben is, volt a hadseregek között is együttműködés a gyarmati időszakban, de most jelenleg ugye méretében ez Kínához mérhető partner, és Ausztrália nem csak a csendes óceán térségében érintett, hanem Indiával idézőjelben szomszédok is, hiszen az indiai óceánon is Ausztrália, Nyugat-Ausztrália, ami hatalmas részét teszi ki az ausztrál kontinensnek, ugye az indiai óceánhoz kapcsolódik. Tehát ez a szövetség, ez egy olyan nagy kérdőjel, ami a következő években fog eldőlni, és ez most alakul. Tehát elsődlegesen Amerika, ebben is benne van Amerika, de mások is előkerülnek, és ennek a bővítéséről is szó van. Itt szóba került Japán. Japán ugye nagy kérdője, hogy ő most mennyire fegyverkezhet és mennyire nem. De hogyha igen, akkor milyen szövetségekben lesz benne, és potenciális szövetségesként Ausztrália szempontjából szóba jöhet.
ugye pont az ellenpólusa, hiszen ő az a Csendes-óceán északi medencéjében lévő szigetország, míg Ausztrália a Csendes-óceán déli medencéjében lévő szigetország. És akkor a kérdés az az, hogy konkrét, ugye ez volt, hogy konkrét fenyegetés van-e? Ilyenről én nem tudnék mit mondani, vagy konkrét fenyegetés nem tudnék megemlíteni, de azt viszont meg kell említeni, hogy nem csak védekezésről van szó. Ugye, mint a legnagyobb tagja ennek az óceániai államközösségnek, Ausztráliának vannak rendfenntartó, béketeremtő funkciói is. Egyrészt gazdasági donorállam, tehát hogyha valaki megszorul, mondjuk egy tájfun végig söpöl egy szigeten, akkor Ausztrália és Új-Zéland lesz az, akik elsődlegesen segíteni fognak. Akár az, hogy kimenekítenek, akár az, hogy újjáépítenek, akár az, hogy ivóvizet biztosítanak. De a másik, hogy vannak olyan szigetállamok, ahol labilis a közbiztonság. Időről időre nem folyamatosan, de vannak olyan periódusok, és Ausztrália az egyik, akinek a segítségét szokták kérni. Tehát már csak ezért is érdeke, illetve fontos, hogy a hadserege megfelelő szinten legyen, és a legújabb fegyverzeti kihívásokkal is képes legyen reagálni. De akkor itt nyugati fegyverekről van szó elsősorban. Igen. Tehát tulajdonképpen mindent az Egyesült Államokkal egyeztetve határoz meg. Mennyire hat például akár az Indiával való viszonyára, amiről azt mondta, hogy most így ugye alakulóban van, az orosz-ukrán háborúnak a esetleges kimenetele vagy fejleményei, az, hogy Oroszország hogyan fog kinézni igazából ezután a háború után. Mert ugye Indiával ő is kapcsolatot ápol, tehát ezek, nyilván ez egy érzékeny kapcsolatrendszer, ezek is hatással vannak rá. Én most ezt a részét nem annyira érinteném, azt szeretném csak kiemelni, hogy Oroszország ugyanúgy érdekelt a Csendes-óceáni térségben, hiszen a Csendes-óceáni kijárata is van, és ebből a szempontból mindenképpen ugyanabban a medencében mozognak. Mi ugye orosz-ukrán háborúról beszélünk, mert így zajlik a szomszédunkban, de Ausztráliából nézve a fő tér, a világpolitika elsődleges szintere, ahol ugye az Egyesült Államok is közvetlenül kapcsolódik, ugye amit mondtam, Hawaii meg a nyugati part, az a Csendes-óceáni medence. Tehát érinti, nyilvánvalóan vannak szövetségesi kötelezettségei, nyilvánvalóan figyelemmel kíséri, de őt Oroszország elsődlegesen, mint a egyik Csendes-óceáni hatalom érinti, és nyilván itt Kínával összefüggésben érintheti. Tehát a kérdését én inkább úgy fordítanám át, hogy vajon a Kína-orosz viszony Csendes-óceáni medence térségében mennyiben releváns Ausztrália számára? Na és mennyiben? És ez megint egy nagy kérdőjel, ugye, mert nem látjuk még, hogy ez a viszony milyen irányba fejlődik. Én ezért is hangsúlyoztam azt, hogy én azért azt gondolom, hogy egy ilyen régi kultúra, mint Kína, amelyiknek ilyen kifinomult eszközei vannak, nem egyik napról a másikra alakítja ki a politikáját. Én, amit láttam a Csendes-óceán térségében, ez több évtized alatt épült föl, eredetileg szerintem nem volt benne semmi tudatosság. Tehát azt kell látnunk, ugye, hogy Kínából van egy kínai köztársaság, meg egy kínai népköztársaság. És Ausztrália is eredetileg a kínai köztársaságot, amit mi Tajvanként ismerünk, támogatta, illetve azzal volt diplomáciai kapcsolatokban, míg nem a 70-es évek elején ugye átfordult ez a kapcsolat a kínai népköztársaságra. A kínai népköztársaság akkor nyitott a Csendes-óceán térsége felé a 70-es években. És elkezdte kiépíteni a gyarmati uralom alól felszabaduló kisállamokkal is a kapcsolatait, Ausztráliával is ugye elkezdte kiépíteni Új-Zélanddal is a kapcsolatait, és akkor ez szépen a 2000-es évek elejétől fordult át tulajdonképpen egy olyanná, hogy elkezdett esetleg stratégiát építeni. Én nem látom ezt, tehát én még túl sok nyitott elemet látok ebben, tehát nem tudok bizonyos dolgokat még egyértelműen eldönteni, de nem feltételezem azt, hogy rosszat akarna. Itt voltak újjáépítési projektek, itt voltak kulturális együttműködési projektek, sok állam vonatkozásában, a Csendes-óceán térségében. A jövő szempontjából inkább az lesz a kérdés, és ez fogja meghatározni szerintem az ausztrál politikát, az orosz-kínai viszony, ami érinteni fogja a Csendes-óceán térségét. Ez a kérdés igazából, és ehhez fog viszonyulni Ausztrália, szerintem. Így, hogy több évet élt ugye Ausztráliában, nem tudom, mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy nyilván mi itt Európában azt gondoljuk, hogy mit vagyunk a világnak a közepén, és mindent európai szemmel nézünk,
De gondolom, hogy Ausztráliában egészen más a nézőpont. Tehát más dolog az, ami nekik fontos, meg más az, ami nekünk fontos. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatai voltak? Mert itt ugye az utóbbi kérdésnél is kijön az, hogy hát igazából itt az ukrán-orosz háború az nekünk ennyire fontos kérdés, hogy próbáljuk ezt minden szemszögből megérteni, de Ausztráliában valószínűleg ez egy másodlagos kérdés ezek szerint. Hát igen, elmondtam, hogy szerintem hogy néz ki ez a kapcsolatrendszer. Na most a további elemei tekintetében, hogy Kína meg Oroszország ugye hogyan fog együttműködni, ez szerintem nyilvánvalóan az Egyesült Államokkal való viszony mentén fog alakulni, a másik viszont érdemes ehhez megnézni az ő térképeiket. Tehát, hogyha mert ez ahhoz kapcsolódik, amit mi gondolunk. Mi egy tengertől elzárt medence kellős közepén ülünk. És úgy próbáljuk értelmezni, ez a közép-európai szempont. Ezt tanuljuk az iskolában is. De az ő térképeik egy hatalmas óceáni térséget mutatnak, ami a mi térképeinkről majdnem teljesen hiányzik, az ott náluk a viszonyítási pont, Canberrával, Sydneyvel, Melbourne-nel, ezek közel vannak egymáshoz, és úgy látok rá tulajdonképpen az egész csendes-óceáni térségre, aminek a végén egy nagyon szűk kis sávként jelenik meg a hatalmas Oroszország, amiről tudjuk, hogy a föld legnagyobb állama. Na most én ezt tanulom az iskolában, és innentől kezdve az egész geopolitikai nézőpontom megváltozik. És akkor ugye erre jön rá az, hogy vajon milyen erős kapcsolataim vannak Európához. Európát az én gondolataimban mi jeleníti meg? Az Egyesült Királyság, ami már nem tagja az Európai Uniónak? Vagy az, akivel esetleg az Európai Unión belül a legerősebb gazdasági kapcsolataim vannak, ez Németország hagyományosan. Mi jeleníti meg? Ezek ugye nagy kérdések. Vagy esetleg az, ahol amelyik országból a legélénkebb bevándorló közösségek vannak a városaimban, Görögországból, Olaszországból. Mert ott nagy, Melbourneben is nagy közösségek vannak. Mi alapján határozom meg? Ugye, és ezért mondtam, hogy itt nagyon nehéz elválasztani sokszor, és főleg középtávon kezd el zavaróvá válni. Rövid távon még azt mondja az ember, hogy igen, ez fog történni, de itt azért mindig bejön az ausztrál identitás. És nekem az a meglátásom, hogy a mi kapcsolódási pontunk, tehát a közép-európai és benne a magyar szemléletmód és az ausztrál között van egy nagyon lényeges vonás, amit amit nem fedeznek föl, csak az, aki látta őket is. Én azt gondolom, hogy Ausztrália pont azért, amit itt végig elmondtam, ugyanolyan kompország, mint mi vagyunk. Két kultúra, két földrajzi térség között mozog. Mióta megszületett? Ugye mi ezer évről beszélünk, hogy kelet és nyugat között, és ezt minden alkalommal hangsúlyozzuk. Ausztrália ugyanígy. Ázsia, és az angolszász világ, most az angolszász világot nevezhetjük Európának vagy Amerikának, de tulajdonképpen az európai kultúra között sodródik. Hol az egyikhez kerül erősebben oda? Ugye 20. század elején sokszor mondták, Ausztrál-Ázsia egyik nagy hatalma. Akkor még így hangsúlyozták is. Most ugye sokkal inkább ezt az nagyon erős amerikai kötődést hangsúlyozzák. És én azt gondolom, hogy ebben a szemléletmódban, hogyha eljutunk ennek a felfedezésére, akkor egészen sok hasonlóságot tudunk a világból megtalálni. Ez lenne az alap szerintem hozzá. Utolsó kérdés, mit gondol, hogy Európa elég figyelmet szán Ausztráliára? Tehát, hogy elég jók az ausztrál európai kapcsolatok, vagy azért erősítésre szorulnának? Mi most a helyzet? Hát igen. Alapvetően azt gondolom, amilyennek én látom, hogy Európa szerepe csökken. Nem most, hanem az elmúlt évtizedekben csökkent az ausztrál szempontból. Ami viszont, és ebben ugye nagyon sokat nyomott, az Egyesült Királysághoz való viszony. Az Egyesült Királyság az európai közösségeket választotta a gyarmatai helyett. Ez azért nagyon mély nyomot hagyott a volt gyarmatokon. De az Egyesült Királyság kilépett ebből a közösségből, és azt mondta, hogy én mégis az angolszász gyökereimet akarom erősíteni, és ezt ő nagyon komolyan gondolta. Az Egyesült Királyság az elmúlt években újra megjelent és aktívan vesz részt a csendes-óceáni térségben, és ezt Ausztráliával közösen teszi. Ennek vannak szövetségi háttere is, direkt nem megyek ebbe bele, de van személyes kapcsolódása is, tehát látható, hogy az ausztrál és az angol kapcsolatok személyi szinten is egyre jobbak. Tehát míg összességében szerintem európai jelentősége csökken ausztrál szempontból, most az Egyesült Királysággal való kapcsolat miatt, ha nő, akkor emiatt nő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, egy nagyon érdekes betekintést kaphattunk Ausztráliáról. Domaniszki Endre, a Mádl Ferenc Intézet vezető kutatója, volt ausztráliai magyar konzul, volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt lettem.